lecsesztem a ChatGPT-t, és már is jobb eredményeket hozott. Hányszor voltál már abban a szituációban, hogy beírtál valamit a ChatGPT-nek, és azt gondoltad, hogy ebből valami nagyon-nagyon szuper választ fogsz kapni, aztán csak azt láttad, hogy egy ilyen szintelen szaktalan valamilyen általános válasz jött vissza, amivel nem igazán tudtál mit kezdeni, és úgy érezted, hogy kidobtad az időt, amit azzal töltöttél, hogy megvártad, ameddig legenerálja a választ. A mai nap folyamán én is ebbe estem bele még egyszer, és most egy nagyon picit elgurult a gyógyszerem, fogalmazzunk így. Mint láthatjátok a képen, az történt, hogy meg akartam tőle kérdezni azt, hogyha a marketing stratégiában dolgozóként gondolkozik, akkor mi az a 12 olyan legjobban keresett téma, amit projektmenedzsment szoftverek tekintetében a kifejezetten a marketing agencies, marketing ügynökségek tesznek föl kérdésként. És elkezdte kirészletezni, hogy top project management softwares for marketing agencies, benefits of using project management software for marketing agencies. Tehát, hogy gyakorlatilag 12 darab kopit kaptam ugyanarra, és nem igazán volt különbség egyik, másik vagy a harmadik között, úgyhogy én erre hasból azt válaszoltam, hogy it's not good, they are following the same logic, branch out and make sure you are giving me topics from the full scale of the spectrum. Vagyis gyakorlatilag azt mondtam neki, hogy ne sablonokban gondolkozzál, hanem légy szíves, nézd meg azt, hogy hogyan lehet ezt sokkal, de sokkal jobban kibontani, hogyan lehet ezt sokkal, de sokkal szélesebb körben, különböző irányokból megnézni ezt a problémakört. És láss csodát, mi történt? Hát ChatGPT azt írta nekem, hogy ő bocsánatot kér a félreértésért, és hogy most akkor egy új listát fog nekem kiírni, és itt van 12 olyan topik, ami egy sokkal szélesebb spektrumban fogja lefogni ezt a témakört, és hát nézzük, hogy mi ez a 12 témakör, hogyan hat egy projektmenedzsment szoftver az együttműködésre marketing és kreatív csapatok között. Már itt a kapásból a legelsőnél érezhető az, hogy teljesen más minőségben kaptam választ a kérdésemre, mert hogy ameddig a fölötte lévőben volt 12 ugyanolyan válasz, itt már kapásból egy olyat kapta, ami az előző 12-re egyáltalán nem hasonlít. Aztán például itt van, hogy mi a projektmenedzsment szoftver szerepe, a streamlining marketing campaigns and workflows. Ez azt jelenti, hogy az ilyen marketing kampányok és folyamatoknak az egységesítésében, egy mederbe terelésében. És hogyha végigolvasod az összes többi választ, akkor azt is láthatod, hogy gyakorlatilag nincsen témájában hasonló vagy megegyező egymással. Ergo arra a következtetésre jutottam, hogy ha annyira sablon választ kapsz a ChatGPT-t, hogy nem igazán tudsz vele mit kezdeni, akkor az is egy jó megoldás, hogyha azt jelzed neki vissza, hogy az a válasz, amit te kaptál, a számodra nem megfelelő. Tehát, ugyanúgy, ahogy egy valós beszélgetésben is, itt is nyugodtan megteheted azt, hogy visszajelzést adsz, azt mondod, hogy hello, nekem ez nem megfelelő, légy így és így változtassál rajta, és akkor már is egy jobb minőségű választ fogsz kapni. Nem tudom, hogy te már találkoztatok-e ezzel a megoldással, csesztétek-e már a ChatGPT-t, hogy jobban teljesítsen, ha igen, akkor meséljétek el, hogy ti milyen témában kerestetek, vagy hogy hogyan használtátok föl. Egyébként pedig nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Ha tetszett, amit láttál, nyomjál rá a like gombra, ezzel nem csak nekem segítesz, hanem nyilván a csatornának is, meg a YouTube-nak is, hogy másoknak is megmutassa ezt a videót. Köszi szépen, hogy itt voltál, találkozunk a következő videóban.